Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 17. versel. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. A héten a Nyitott Ajtó című áhítatos könyvből hallhatjuk az áhítatokat, Képzeljük el a következő helyzetet. Egy olyan ember vagyok, akinek nagy vagyona van. Ám ezt nem őrizgetem féltetten a bankszámlámon, hanem mindig forgatom, és nincs olyan nap, hogy ne adnék másnak belőle önzetlenül. Nem keveset, sokat osztok így szét. Mindezek ellenére sosem fogy ki a kasszám. Ilyen nem létezik, gondoljuk. Ki az, aki manapság így él? Hiszen élelmesnek kell lenni a megéléshez. Ez így van. Nem nagyon jellemző ránk az előbb leírt kép, de tegyük fel most, hogy ez így van. Ha ilyen ember lennék, azt hiszem, megilletne az, hogy akinek adok, az tiszteljen, megbecsüljön, hálás legyen nekem az adományaimért, és végképp elfogadhatatlan lenne, hogy megvessen, semmibe vegyen, gúnyoljon és hálátlan legyen velem szemben. Most újból olvassuk el a kijelölt igét, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Mindenkinek azt adjátok, ami őt megilleti. És tegyük fel akkor a következő kérdéseket. Mi az, ami megilleti a császárt? Mi az, ami megillet téged? Mi az, ami megilleti Istent? Isten az a személy, aki úgy viselkedik velünk, mint az elképzelt szituációban az az ember, akinek a helyzetébe beleképzelted magad. A jelenések negyedik fejezetének 11. verse leírja azt, hogy mi illeti meg Istent, és miért illeti meg mindez őt. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Újból értékeljük át az életünket, vizsgáljuk meg magunkat, valóban megadjuk mindenkinek azt, ami őt megilleti. Istennek azt, ami Istené, és embernek azt, ami emberi. Simon Andrástól áll előttünk a mai idézetünk. Magamat adtam oda, a legnagyobb árat fizettem érted, örökké szeretlek, enyém vagy egészen, mondja Isten. Amen.